Köszöntöm Önöket! A hét eseményeinek összefoglalóját a körképet látják 2023. november 3-án. Fontosabb híreink először röviden. Őrláng, a háborúk áldozatai előtt hajtott fejet Újpest, a Megyeri temető II. Világháborús emlékművénél és katonasírjainál. Arcok, ismét megtöltötték és sárgára festették a főteret és környékét az újpesti tökfaragó hangulatos rendezvényei. Talárda, nagy sikerű koncertet adott a Városháza dísztermében az ügyvédekből álló kórus, a Provokátorok. Ahogy most már évek óta mindig, idén is leródta kegyeletét a háború katona áldozatai előtt az Újpesti Helytörténeti Alapítvány. Nem csak a világháborús emlékműre, de a katonasírokra is került virág és mécses a Megyeri temetőben. Idén is a civil kórus fájdalmas dala nyitotta azt a megemlékezést, amellyel az Újpesti Városvédő Egyesület immár hagyományosan a II. Világháborúban elesett katonák előtt tiszteleg a Megyeri temetőben álló emlékműnél. Azért jöttünk ide, hogy fejet hajtsunk, megemlékezzünk hőseinkről, és az itt levő hajdan velünk szemben harcoló orosz katonákkal, akik mint halottak, úgy gondolom, hogy úgy szintén megérdemlik azt, hogy leroljuk a kegyeletnek a virágait és a mécseseit részükre is. Ez úgy gondolom, hogy a világon mindenütt természetes, hiszen jó ideje most már a Donnál is megvannak a II. Magyar Hadseregnek halottainak az emlékhelyei. A résztvevők, Újpest önkormányzata, a Városvédő Egyesület és a Helytörténeti Alapítvány leróták kegyeletüket a II. Világháború áldozatai előtt. A megemlékezők ezután átsétáltak a katonasírokhoz, hogy azoknál is elhelyezzék virágaikat és mécseseiket. A sírhelyek a Városvédő Egyesület munkája nyomán ma már méltó módon őrizhetik a harcokban elesettek emlékét a Megyeri temetőben. Néhány évvel ezelőtt a Hadügyminisztérium összeírta a különböző temetőkben lévő katonasírhelyeket szám szerint, és akkor a Városvédő Egyesület is részt vett ebben az összeírásban. Tulajdonképpen átnéztük, összeszámoltuk, hogy azokat az emlékhelyeket, ahol valamilyen harcok során, tehát a történelem során bármikor, ugye a 48-as időszakot is tekintve, hol vannak olyan emlékhelyek, amelyek valamilyen szinten katonák, hősi halált, halt katonák síremlékei vannak, és akkor sikerült összegyűjteni azt a néhány, illetve jó néhány katonai sírt, amelyek itt a temetőben találhatók, és akkor határoztuk el, hogy miután eléggé elhanyagolt állapotban voltak akkor ezek a sírhelyek, hogy tulajdonképpen mi segítünk azzal, vagy megemlékezünk a évente egyszer legalább róluk, az ő tetteikről, a halálukról, itt november 1-e tájékán. Sok sírt azóta már a leszármazottak is gondoznak, de ma is van még olyan, amelyre csak ilyenkor kerül virág, és csak ilyenkor pislákol rajta mécses. Három közterületi sportpálya is új, biztonságos, kétrétegű, öntött gumiburkolatot és felfestéseket kap a kerületben. A Kósapál sétány focira és kézilabdára is alkalmas pályáira, emellett új kerítések, kapuk, a kosárpályához pedig új kerítés elemek és palánkok érkeznek. A Deák sétánál lévő sportpálya pedig megerősített és felújított kerítéseket, kis és nagy foci kapukat, valamint kosárpalánkokat is kap. A munkálatok várhatóan bő egy hónapig tartanak. 1200 darab tök talált gazdára az újpesti tökfaragón, október utolsó szombatján a Szent István téren, ahol bemutatkozott a szabadtéri rendezvények újonca, a kisgyerekes anyukák életét megkönnyítő baba-mama pont is. A szépen megfaragott sárga tökök, bendőjükben a pislákoló mécsesekkel, ezúttal is különleges hangulatot varázsoltak estére a Károlyi szobor köré.
kisebb kéred? Ezt kéred? Kisebbet? Gyönyörű, jó, de akkor adom, ha te fogod meg, oké? Okay? Bírod? Anya, fogjuk meg ezt, majd mama. Jaj! Köszönöm. Hatalmas volt az érdeklődés a már hagyományosnak számító újpesti tökfaragón. Ez a nap idén is elsősorban a családoké volt az újpesti Szent István téren, ahol már déltől nagy volt a sürgésforgás. Azok az újpestiek, akik előzetesen regisztráltak, ingyen vehették át az alapanyagot. Az így sárgára festett délutánt persze kulturális programok színesítették. Mindeközben kicsik és nagyok lelkesen faragták a rémisztő vagy épp vigyorgó tökfejeket. Most jöttünk és tököt faragunk. Mi lesz belőle? Hát, nem tudom, tök faragás. Megnéztük, hogy milyenek a tökök, és megnéztük már a kifaragott tököket is, hogy ötletet gyűjtsünk a miénkhez. És mi lesz az eredmény? Hát, még azt nem tudjuk pontosan. Sokan már komoly tapasztalattal a hátuk mögött érkeztek. Voltunk tavaly is. Idén is azért jöttünk, mert nagyon jó volt. Azért, mert nagyon jó itt enni. Ezek az anyukák csajbulit tartanak itt. Azt mondják, már nagyok a gyerekek, és most egy kicsit élvezni akarják a szabadságot. Tavaly nem sikerült kijönni, de láttuk a Facebookon, hogy nagyon jó volt a hangulat, ezért gondoltuk, hogy idén kijövünk. Nekünk már nagyok a gyerekeink, de mi hárman úgy gondoltuk, hogy kijövünk. Ez egy barátnős program? Igen. Igen. Csajos. Igen. Akik befejezték, esetleg megunták a tökfaragást, ügyességi játékokon tehették próbára a tudásukat. Volt kirakós, tökmérő és tökdobáló is az öt próbás játék szigeten. Ez a nagymama azt mondja, hogy minden újpesti rendezvényen részt vesznek. Mi mindig itt szoktunk lenni minden évben. Miért jó? Hát összehozza a családokat, a gyerekeket, úgyhogy nekik is egy elfoglaltság. Mi állandóan programozunk, amikor velünk vannak az unokák. Sokan családostul öltöztek be. A feleségem Wednesday, a kisgyerek csontváz, ő meg csak egy simán egy ilyen monster. A nap leginkább várt attrakciója persze az elmaradhatatlan csoki gyűjtő körút volt. Csokit vagy csalunk! Azoknak, akik átvették a pontgyűjtő füzetet, alaposan be kellett kalandozniuk a főteret és környékét, hogy minden állomáson minden pecsét a helyére kerüljön. Hatalmas volt a sor a Szent István tér körül, az Áp rendezvénytérben, az Orosz cukrászdában és a Központbisztróban is, ahonnan pedig már egyenes út vezetett a Városházához. Itt Bedő Kata alpolgármester nyomta rá a füzetekre az utolsó, 9. pecsétet. Ez az utolsó állomás, és három, négy, öt. Aki kész volt a faragással, hazavihette, de akár le is adhatta a kidíszített tököket, amelyekbe aztán mécsesek kerültek, és a Károlyi szobor mellett gyülekeztek. Naplemente után gyönyörűen díszelektek egymás mellett a sötét sárga tökök, különleges hangulatot varázsolva az estébe. És akinek ez még nem lett volna elég, meghallgathatta Kalap Jakabot, az újpesti családi rendezvények immár elmaradhatatlan szereplőjét. Holnap este bálon megyek, rajtam lesz a legszegjelmezés, majd abban táncolok. Bárki most ki vagyok, holnap este bálon megyek, rajtam lesz a legszegjelmezés, majd abban táncolok. Bárki most ki vagyok, November 10-én pénteken pedig ismét színes programokkal vár mindenkit az immár hagyományos újpesti Mártonnapi lámpás vonulás. Azt idén is a Halasi iskola előadása követi, majd a Rutkai Bori Banda ad koncertet, és Kőhalmi Ferenc bűvész varázsol a Szent István téren. A hangulatos séta résztvevői délután 4 órától gyülekeznek a Károlyi szobornál a Városháza mellett. Almavásárt rendez Újpest önkormányzata november 25-én szombaton. A kerületben élők délelőtt 9-től 11-ig a Szent István téren, délután 1 és 4 óra között pedig a Káposztásmegyeri óratorony közelében válogathatnak 8 fajta kedvezményes árú Szabolcsból érkezett almából, ha előzetesen kitöltötték a regisztrációs űrlapot.
A gyümölcsöt előre kimért, 7 kilós csomagokban vehetik át. Egységesen 2750 forintért, és mellé egy ökotáskát is kapnak. Egy fő legfeljebb 5 csomag almát vásárolhat. 45 gyakorló ügyvéd és egy hivatásos zenész. Ők a Prókátorok énekegyüttes, amely a közművelődési kör meghívására most Újpesten is bemutatkozott, és hatalmas sikert aratott a Városháza dísztermében. Különleges kulturális csemege várta a Városháza dísztermébe érkezőket október 27-én. Az Újpesti Közművelődési Kör klubestjén a Budapesti Ügyvédi Kamara kórusa a Prókátorok adott hangversenyt a kör egyik alapítójának meghívására, akit szinte mindenki barátként üdvözölt. Ez azért már a koromnak is szól, hiszen azért én már egy pár generációt itt megéltem az ügyvédi kamarába, meg hát én mindig Újpesten voltam ügyvéd. Tehát a közművelődési körnek, akinek ma a rendezvényén tartjuk itt, annak vagyok az egyik alapítója, ugyanakkor az ügyvédi praxisom miatt mindig Újpesten ügyvédkedtem, tehát gyakorlatilag az az 55 év, amit itt eltöltöttem, az azért alkalmas volt arra, hogy itt tulajdonképpen akik itt vannak ma, akár ügyvédként, akár a közművelődési kör tagjaként, akár pedig barátonként, egyszerűen újpesti barátonként, azok ismerjenek. De Somos Andrást még ennyi év után is meg lehet lepni. El sem akartam hinni, hogy ügyvédek ilyen lefoglaltság mellett hajlandóak arra, hogy hetenként egy alkalommal rendszeresen találkozzanak, próbáljanak, és ilyen magas szinten előadásokat tartsanak. Pedig tartottak, nem is akármilyet. Igazi örömzene volt, amelyet nem csak a koncert nézői, de az énekesek maguk is látnivalóan nagyon élveztek. Akkor is, amikor magyar népdalfeldolgozásokat adtak elő. Akkor is, amikor Máté Péter népszerű dala szólalt meg franciául. Akkor is, amikor egy James Bond film zenéje harsant fel 4 szólamban. Hogy aztán a záródalnak szánt slágert már szinte az egész nézőtér együtt tapsolja és énekelje a Prókátorokkal. És ezek után érthető ugye, hogy az ügyvédek nem úszhatták meg a ráadást. Szép lány, jöjjön egyszer nálunk, felvelegszel, s meglátod,
Azt, hogy minek is lehettünk tanulni ezen az estén, talán a közművelődési kör ügyvívője fogalmazta meg a legtalálóbban. Szerintem tudják, vagy tudni vélik Márai Sándor szavaival, hogy az emberiség legfőbb alapvetése a kultúra. A kultúra, amely nem könyvek, zenedarabok vagy képek összessége, hanem egy létforma. És azt köszönöm, hogy ezt a létformát, ennek a létformának az értékeit nekünk ma este bemutatták. És hogy mi a titok? A megfejtés egyszerűbb, mint gondolnánk, mondja már a kórus egyetlen profi tagja. Az, aki a munkája mellett erre időt szán, annak ez egy nem csak egy egyszerű hobbi, hanem egy feltöltődés. Azt veszem észre, hogy minden alkalommal, amikor az ügyvédek megérkeznek kedden, akkor fülig ér a szájuk, boldogok, és hát nem is tudjuk soha abba hagyni 8:30-kor a próbát, mert 9:45-10-kor távozunk, és mindig mondják, hogy ezt várják egész héten. Úgyhogy szerintem a titok nyitja a jó zene, a jó társaság, jó hangulat. Abból pedig most Újpest is kaphatott kóstolót. Aztán pedig Párizs is megizlelheti mindezt, mert a prókátorok csapata innen szinte egyenesen francia fővárosba utazott, hogy ott is megmutathassa, mit tud. Három izgalmas kiállítás is várja ezekben a napokban a kultúra szerelmeseit Újpesten. Nagy Imola ipar és festőművész Arany Középút című tárlata november 30-áig látogatható az Ifjúsági Ház új galériájában. Hétköznap reggel 8 és este 8 között, hétvégén pedig az Ifjúsági Ház egyéb programjaihoz igazodva. A polgárcentrumba érkezőket egyszerre két kiállítás is fogadja. A felső galériában november 11-ig Nagy Gábor Munkácsi díjas és Nádas Alexandra Barcsai díjas képzőművészek Parallel című tárlatát. Az alsóban pedig november 18-áig a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium művésztanárainak alkotásaiból rendezett Összkép című kiállítást tekinthetik meg az érdeklődők hétköznap és szombaton 10-től este 6 óráig. A hét eseményeinek összefoglalóját, a körképet látták, valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!